Ennek a csapatnak benne kell maradni az NB1-be. A mi helyzetünkben lévő csapat nem kezdheti így a mérkőzés, hogy az első percben gólt kap. Azt hiszem, hogy ez mindent behatárolt. A másik óriási probléma, hogy két pont rúgásgólt kaptunk, ami azért a jól fejelő magas embereim között azért megengedhetetlen, én úgy érzem. Az első fél idő az teljesen értékelhetetlen volt, próbálkoztunk, de egyszerűen nem tudtunk játszani. A második fél időért viszont gratulálok a játékosaimnak, mert a második fél időben megtettek mindent. Szerencsére nagyon hamar tudtunk gólt szerezni, még nem is volt ilyen, szóval nagyon jó érzés volt, és utána egyből még egyet szereztünk rá. Hát utána az első fél időben lerendezhettük volna simán a meccset, a másokban egy kicsit bealudtunk, úgy érzem, hogy a csapat egy kicsit fáradtabb. Folyamatosan hát nem tudjuk változtatni a csapatot, ugyanazok a játékosok játszanak és érzek egy kis fáradtságot a csapaton, és benyomott minket a Dunaújváros. Nekik azért nem volt más lehetőség, meg kell kapaszkodni minden szalmaszába. Nem mondom, hogy az volt az utolsó nekik, de szerencsére sikerült nyernünk, de gratulálok a Dunaújvárosnak a második fél idő játékához, mert jól játszottak nagyon. Sajnos nagyon rosszul mentünk bele a mérkőzésbe, de utána felpörgettük a játékunkat. Igazából az Újpestnek nem volt semmilyen lehetősége, viszont azokat a kis helyzeteket vagy beadásokat, amik voltak, azokat kegyetlenül értékesítették. Nekünk, amik adódtak, azokkal nem nagyon tudtunk élni, de tényleg erre a játékra, ami mondjuk a másik fél időben volt, ezt, hogyha tudjuk hozni a következő öt mérkőzésen, akkor még mindig azt mondom, hogy bőven van benne szansz, és azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a csapatnak benne kell maradni az NB1-be. Sajnos későn tudtunk visszajönni a mérkőzésben, rengeteg lehetőségünk volt, amiket nem tudtunk kihasználni. 2-1 után, amikor talpra tudtunk volna állni, akkor viszont nagyon gyorsan megkaptuk a harmadikat pontrugásba, és úgy érzem, hogy az eldöntött mindent. The first half was very good because we press and we make some good things. The second half was a little bit bad because we are too much in our part of the pitch. But okay, we score two goals, I think. Very fast, and after it was a little bit easier for us to play and to make something. Egy olyan probléma volt ezen a két mérkőzésen, hogy hatalmas bírói hibák voltak. Azt kihangsúlyozom, a hibákat mi követtük el a mérkőzésen, tehát nem azért kaptunk ki, mert játékvezetői tévedések voltak, de ezek is nagyban hozzájárultak. Mondjuk itt például az első gólnál Vaskót, amit hátulról nem szándékosan ugyan, de akasztották, tehát az falt. Majd szintén egy ugyanolyan kezezés volt, mint az előző mérkőzésen a Puskás ellen, egy tiszta kezezés, amit egyszerűen nem is értek, hogy nem lehetett észrevenni. De kihangsúlyozom még egyszer, tehát nem ez volt a mi legnagyobb problémánk, hogy a játékvezető hibázott, saját magunkban kell keresni a hibát, és keressük is, és meg is fogjuk találni, ki is fogjuk javítani. Viszont az, hogyha mi hibázunk, abból gólt kapunk, kikapunk, esetleg kiesünk az NB1-ből, amit nagyon remélem, hogy nem fogunk. Viszont nem tudom, hogy ilyen játékvezetői tévedéseknél mi van nekik. Tehát a következő mérkőzésen ő ugyanígy fog vezetni. Szóval... ez annyira nem igazságos.